Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket Művészterep című műsorunkban. És különös szeretettel köszöntöm ma esti vendégünket, Németh Pálné Hímző népi iparművészt, a népművészet mesterét, akit szinte mindenki úgy ismer, hogy Juckó néni, ugye én is szólíthatom így ma este. Természetesen. Juckó néni, Ön a díszítő művészettel köztudott, hogy milyen szoros kapcsolatban áll. Honnan vannak tulajdonképpen ennek a kapcsolatnak a gyökerei? Hát valószínű, a gyökerei, ha nagyon visszanézünk, akkor majdnem, hogy a születéskor kezdődött, mert azon túl, hogy nagyon meleg fészekben születtem, a szüleim tényleg csak a szépre és jóra tanítottak, és olyan végtelenül ügyeskezőek voltak, az édesapám, édesanyám is, hogy óhatatlanul is megtanultam tőlük mindent. Édesanyám gyönyörűen vart, és én emlékszem, hogy egész piciny koromban mindig ott voltam vele, ott voltam a, hogy úgy mondjam, rongyos doboz mellett, és együtt turkáltunk az anyagok között, tehát kezdve azon, hogy az alapanyagokat ott már jó részt megismertem, a színeket is ott tanultam meg, hogy hogyan lehet egymás mellé tenni, hogy szép, és hát édesapám pedig nagyon sokszor felnyitotta a szememet egy szép virág nyílására, vagy pedig, ha visszagondolok, 13 éves lehettem, amikor, mivel nagyon szépen és nagyon jól tudtam rajzolni, és nagyon szerettem rajzolni, kezembe adta a 19. század magyar képzőművészeinek az albumát. És én azt ott lapozgattam, és nagyon beleszerettem. Persze ilyen gondolataim sose voltak, hogy festeni fogok, de azért úgy szallagra, temperával festegettem, de mindenképpen azt szerettem volna, hogyha valami olyan iskolába kerülök, ahol hát ezt továbbfejlesztem. Szüleim is szerették volna, de hát ugye közben jött a háború, és közben megszűnt az az iskola, ami nekem nagyon alkalmas lett volna, az ipari, úgy hívták akkor, hogy ipari, ennek a főiskolája volt a Cérna Egyetem Budapesten. És innen mi lett volna a Juckó néni foglalkozás? Hát én nagyon szerettem volna divattervező lenni, azt hiszem, hogy akkor minden lány, szóval ez olyan eléggé átlagos volt, de a napokban gondoltam arra, hogy mennyi sok olyan gyerek nő fel, aki a készre, a késszel játszik, szóval semmi manuális készséget nem fejlesztenek a gyerekek. Juckó néni ebben még úgy nőtt bele, mint ahogy régen a paraszti társadalomban is, ahogy a népművészetet valójában magukba szívták. Így van, először is iskolába is tanultuk, ugye, mert nekünk még volt kézimunkaóránk, és a kézimunkaórán valóban a népi hímzésekről is tanultunk, na nem olyan mélységben, mint később, de valamit már kaptunk, tehát megfertőződtünk, valamint én arra emlékszem, a napokba jutott eszembe, hogy mennyi sokat játszottunk mi öltöztető babást. Hát az mondjuk te neked biztos nincs előtted, és nem hallottál róla, de az volt, hogy magunk rajzoltuk a babát, magunk rajzoltuk a ruhát, és... Hát én megmondom őszintén, hogy nekem is van ilyen emlékem, tehát annak idején én is rajzoltam babát. Szerintem azért még ma is a lányok szeretik gondolod, ezt a dolgot. Gondolod, hogy hát bár lenne, na most lehet, hogy nem is gondoltak akkor arra, hogy ez hogy fejlesztette az ízlésünket, és hogy mertünk tervezni. Szóval mi nem üzletbe vettük ezeket, hanem magunk megrajzoltuk azt is, amit mi szerettünk volna kapni, vagy hogy szerettük volna, hogy mondjuk például én, hogy az édesanyám megcsinálja azt a ruhát, de azt én akkor megrajzoltam, és akkor meg is varta azt. Szóval ez már akkor úgy kezdődött. De hát én aztán nagyon hamar, hála Istennek, nagyon hamar férjhez mentem, férjhez, csodálatos jó férjem, és utána csodálatos jó gyermekeim születtek, 3 ragyogó jó fiam van, és én 10 évig otthon maradtam velük, szóval anyagilag ez azt jelentette, hogy lemaradtam a kortársaimtól, de azt nem tudom elmondani, hogy mekkora értéket kéne itt felmutatni, amit kaptam azzal, hogy én otthon voltam 10 évig a gyerekeimmel, és aztán azóta meg azt a rengeteg sok szeretetet. Szóval
nem vesztettem. És hogy jött végül is ez az irány, tehát konkrétan a hímzés? Na akkor arra gondoltam, hogy valahova olyan helyre kéne bejutnom, ahol én hát ezt tovább fejleszteném valami tanfolyamon. És nagyon érdekes, mert pár órás munkát vállaltam a gyerekek mellett, és a Tolna megyei népművelési tanácsadóba kerültem filmtárba. Hát ez nem, egyáltalán nem ez, de a Tolna megyei... Ez nem, de a Tolna megyei népművelési tanácsadó, későbbi nevén a TADO, ugye megyeszerte, országszerte csak így ismerik, beindított 62-be egy szakkörvezető képzőtanfolyamot, amiben aztán már bekapcsolódtam. Ez azt jelentette, hogy szakembereket képeztek az egész megyébe a szakkörök vezetésére. Mindenféle szakkör. Igen, de én ez úgy, az volt a neve akkor, hogy díszítő művész szakkörvezető. Na most én ezt azért is szerettem, mert ez egy csodálatos gyűjtő név volt, mert ide azért a díszítőművészetben nem csak a hímzés, szövés, hanem a faragás és fazekas munka is tartozott. De hát mi csak a népi textillel, illetve először az első 3 évben csak a népi hímzéssel foglalkoztunk, és ez nem azt jelentette, hogy csak Tolna megye hímzésével foglalkoztunk, hanem az egész ország hímzés technikáját meg kellett tanulni, és az elméleti részét is. Aztán szakkört vezetni is meg kellett tanulni, és 3 év múlva, tehát ez 62-ben kezdődött, és 65-ben vizsgáztunk, 14-en. De az történt, hogy 63-ban az akkori vezetőnk, Koszter Józsefné lemondott, elkerült Tolna megyéből, és akkor engem bízt, mivel én voltam az egyik szekszárdi, engem bíztak meg a vezetéssel. Tehát én együtt voltam vezető és hallgató. De azóta folyamatosan vezető is. Hát igen. Hiszen most is működik a művelődési házban a díszítőművész szakkör. Szakkör, igen. Hát az volt az első műhelyem, mert azért, aki ezt a tanfolyamot elvégezi, az érzi, hogy ez nem elég, hogy én ott megtanultam, hanem egy kis műhelybe ezt tovább kell adni. Hogyan tud együtt dolgozni a szakkört? Miért fontos az, hogy így szakkörben ismerjék meg, gyakorolják, próbálják ki a dolgokat? Hát egyfelől azért, mert sokkal mélyebben kapnak ismeretet egy-egy tájegységről, másfelől pedig azért, mert egymástól is tanulnak, és kedvet is egymástól kapnak. Szóval. És konkrétan hogy zajlik egy ilyen foglalkozás? Bejön mindenki, van egy-egy olyan munkája, szóval ami... Most már másképp. Szóval ez egy a szekszárdi szakkör az jubilál. Most már jövőre jubilál 35 éves. Azért most már nem úgy folyik, mint a kezdetben, mert most már eléggé kiöregedett a kis társaság, és most már szabad esetleg nem hímezni is néha-néha. De a kezdetben az volt, hogy mondjuk... 3-tól 5-ig vagyunk, akkor 3-kor megérkeznek, és akkor egyfajta tájegység hímzésével foglalkozunk. Mindig kaptak ismertetőt arról, hogy hol gyűjtötték, mire alkalmazható. És akkor megbeszéljük, hogy ki mit szeretne készíteni. Én rengeteg mintát gyűjtöttem már, és azokat mind magam szúrtam. És akkor sablonáljuk, megbeszéljük, hogy milyen színekkel. És így készülnek a kis munkák. Na, hozzáteszem, hogy ezek még nem művészi munkák, szóval az, hogy valaki nagyon szépen hímez, az nagyon becsülni való és nagyon szép dolog, de az még nem művészet, mert igazi, izgalmas és művészi munkatervezés. Viszont itt előttünk művészi munkák fekszenek, hát úgyhogy már... azt javaslom, hogy egy picit mutassuk be a nézőknek, hogy miket láthatnak. Most ez, ami előttünk van, és amit a kamera az előbb mutatott is. Igen, hát ez a legszebb darab. Ez nem azért szép, mert én csináltam, hanem azért, mert ez a legrégebbi textil, ma népi textil ma Magyarországon, mert ez a 18. század végén készült ennek az eredetie, és ezt nem a Szekszárdi Múzeumban gyűjtöttem érdekes módon, hanem a Debreceni Déri Múzeumban hívott meg a debreceni kollega, és ott találtam ennek a munkának a felét.
az volt egy darab textilen, aminek a hátoldalán az volt ráírva, hogy sárközi párnacsup, kecskeszőr hímzéssel, 18. század vége. És itt történt az, hogy nem vagyok nagyon hamar síros, de majdnem elsírtam magam, mert arra gondoltam, hogy 18. század végén egy dolgos paraszt néni hogy tudott tervezni, hogy milyen csodálatos darabot készített, ugye, hogy amit mi tanultunk tervezésből, hogy középre teszem a gránátalmát, körbe teszem a motivumokat, aztán lezárom egy mintával, és feloldom egy virág sorral, ezt ő jól tudta. És akkor én ezt megcsináltam egy falvédőnek, és ha én azt mondom, hogy azóta hát közel 100 féleképpen megterveztem, akkor nem mondok sokat, mert nem tudok ettől a mintától szabadulni. Ez egy olyan gyönyörű maga a minta, ahogy ezt az öreg néni megcsinálta. Mutassunk be még, itt rengeteg dolog van előttünk. Sárközi bíborvég. Na most a sárközi bíborvégről sem nagyon tudnak az emberek. Na majd oda tesszük. Így. Ez egy népviseleti darab, a sárközi bíbor, és a végét himezték, és arról gyűjtött. Ez is a Debreceni Múzeumban található bíborvég volt, de még ez is. Mennyire jellemző az, hogy tulajdonképpen a bíborra hímzett mintát most már átteszik másra, tehát most itt terítőre. Hát tulajdonképpen ez a munkánk. Ezért van a szakkör, és ezért képeztük a szakkörvezetőket. Mert nyilván, hogy most nem fogunk főkötőt hímezni, és nem fogunk bíborvéget hímezni, és stb., hanem pontosan az a munkánk, hogy a rég elfeledett mintákat áttegyük a mába, tehát a mai lakástextilre és a mai öltözködésbe. Úgyhogy ez a munkánk, és ezt tanultuk meg mi is, és ezt adjuk tovább. Tudnék, nekünk nem csak gyűjteni kell, megőrizni, hanem továbbadni is. És hát ez történik a szakkörbe, de hát inkább a szakkörvezető képzésbe, vagy pedig ami nagyon jó dolog, hogy más megyékbe is járok, meg hála Istennek még eljutok minden évben a központi tanfolyamra, és ott is kérik az okítást is. Ezt is még ide tenném, mert ez is még sárközi, ez pedig a jegykendő, ezt azért mutatnám meg, mert Fél Edit, azt hiszem, akik ezzel foglalkoznak, jól tudják, hogy a legnagyobb magyar néprajzkutató volt, sajnos már nem ér közöttünk, és ő mondta azt, hogy ő nem érti, hogy egészen oda vannak, ha sárközi hímzést meglátják a szakemberek, és agyon zsúfolják, hogy tanuljuk meg, hogy egy textilen csak a sarokba tegyük a jegykendő mintát, mert az ott is volt, és tényleg, hogy él. Na most még egyet. Egyébként egy picit maradjunk a sárközi mintáknál, mert úgy tudom, még hogy Juckonének a kedvence is, és leginkább ezt műveli. Mik a jellegzetességei? Hát országban még egy helyen nem lehet találni ilyen színűt, ugye? Ez egy nagyon visszafogott, elegáns színskála, és a töltését meg egyáltalán nem. És hadd mondjam el, hogy kijutottam kiállítással Párizsba, és ugye persze, hogy eljutottam a Louvre-ba, de nekem nagyobb élmény volt az Embertani Múzeum néprajzi osztályára jutnom, ahol a raktárba jutottam. Tudnék, a kiállításunkat megnézte az ottani osztályvezető, és pillanatok alatt megértette, hogy én milyen összefüggéseket keresek, és bevitt a raktárba, és mellé tette a görög ingvállakat, és a bulgár ingeket, és roppant érdekes élmény volt, hogy ugyanezt az öltéstechnikát találtam meg, ott Magyarországon máshol nem, de ott megtaláltam, és a tulajdonképpen ugyanilyen geometrikus vonalú motivumok voltak, csak a színében nem volt ugyanez. Szóval ez is egy nagy élmény. Milyen öltéstechnika ez? Mert hogy egy laikus, hogyha ránéz, így elsőre nem biztos, hogy meg tudja állapítani, hát, hogy egyáltalán más öltéssel van, ha csak nem annyira egyértelmű. Igen, hát mert itt azon kívül, hogy egy laikus látja, hogy igen, hát ez egy ilyen lapos öltés. Igen, az is van benne, de van két olyan öltés, ami máshol nincs. Az egyik az egy
egy Holbein öltés, amit mindig kontúrnak használnak, ami egy egészen sajátosat be kéne mutatni, valamint hát ez a nagyon sűrű öltés, az úgynevezett bíbor öltés, ami máshol nincs, ami azért is érdekes, mert nagyon megkínozza a hímzőt, mert nagyon hosszú ideig, sokáig kell készítenie, míg valamit kicsit eredménye van. Igen, éppen erre akartam rákérdezni, hogy aki beiratkozik mondjuk a szakkörbe, vagy például most iratkozna be a szakkörbe, akkor mennyi időbe telik neki, hogy például ezt a öltés technikát ezt megtanulja? Hát, gondolom, ez nagy gyakorlat kell biztos. Igen, szóval nem szabad rögtön ezzel kezdeni, de azért hadd mondjam, hogy az első években bedobtam a mélyvízbe a társaságot, és akkor ugye azok fiatalok voltak, és hát ragyogóan megtanulták, ma már nem lehet. Szóval idősebbek is, meg úgy eléggé távol vannak tőle. A kicsit könnyebb öltéseknél kell kezdeni, és aztán meg lehet tanulni, csak hát kitartás kell hozzá, és tudomásul kell venni, hogy amíg más tájegységben nagyon gyorsan lehet haladni, itt sok-sok tűzhúrásnak kell lenni, míg vére valami kis motivum látszik, ezért nem lehet az üzletbe sem kapni. Még egyet megmutatnék, azt azért mutatom meg, mert pontosan a Fél Editke kérésére készült. Fél Editke az a központi tanfolyamunkon úgy foglalkozott velünk, megyei vezetők jöttünk össze, hogy ilyen pici kis papíron népi motivumokat osztott szét. És rajta volt, hogy körülbelül mekkora nagyítás az eredeti, és ezt ugye a tenyerünkbe kaptuk úgy délután 5 óra körül, emlékszem, Balaton-Almádiba volt akkor a központi tanfolyamunk, és eléggé szűkösen voltunk, de mindenkinek el kellett kezdeni rajzolni, mert másnap 10 órára ő kész tervet kért. Én is megkaptam a tenyerembe egy ilyen kicsike kis papírost, és rajta voltak ilyen kis rajzok, azt mondja, sárközi halottas minta. És akkor hát megkaptam, hogy ebből tervezzek valamit. Körülbelül nagyítást, és elkezdtem rajzolni, hát persze csomagoló papíron, és féltem, mert a nagyítás szerint ugye ekkora gránátalmák jöttek ki, és amikor az Editkének így bemutattam, ugyanez le volt fekete filctól rajzolva, de hát egy 2 méteres falvédőn, akkor a következőt mondta, hogy jé, a subás parasztok. Vagyis, hogy az ő hímzésük is ilyen volt. Igen, és az, hogyha tényleg megnézed, akkor olyan, mint az egymás mellett álló subás parasztok. Ez nagyon érdekes. Igen, tényleg. Igen. És egyébként a fekete, ez is meghatározó szinte, hát ez a színvilágban is eredeti. Halottas párnáknál, igen. Halottas párnáknál. Valamint hát igazából a bíborvégeket is feketével kontúrozták, de szabad sötét barnával. Az egy kicsit puhábbá, lágyabbá teszi a hímzést. Itt van még egy-két olyan darab, amit nem mutattunk meg, igen. És ez például nagyon különbözik. Ez igen, mert ez bogyiszlói főkötő. Na most ennek az a története, hogy a bogyiszlaiak ugyan most is ugye bemutatókon felveszik a főkötőjüket, de nekem kellett elmennem egyszer, még akkor nem voltam nyugdíjba, aktív népművelő voltam, és nekem kellett elmenni betanítani az ő főkötő hímzésüket. Nekem nagyon tetszett, és nagyon izgalmas volt a színskálájuk is, és akkor tudom, a Kis Jankóra elküldtem Kis Jankóbori hímzés pályázatra, és díjazták is. És egyet még azért mutatnék, mert ugye nekünk nemzetiségünk is van, és vannak a svábjaink, a gyönkörnyű kis svábjaink, akiknek nagyon szép kiadványuk is van, és akkor egyszer merészen az inkhímzésüket rátettem egy ilyen lazább szerkezetű textilre, és azt egy iparművész kiállításra küldtem, és ott díjazták. És iparművészeti munkának, és azért az úgy elgondolkodtatott, mert ez csak Magyarországon van így, hogy ketté válik az iparművészet és a népművészet, és ezt magam is tapasztaltam, mikor néhány évvel ezelőtt
kétszer egymás után kikerültem Finnországba. Ott, ahol benn él, körülöttük van ez az egész művészet, és ők valóban természetes életet élnek is. Természetes, hogy ott van a gyapjú, hogy ott van a len, hogy ott van a fa, ugye? És nekik nem kellett újból tanulni, mert folyamatosan ezek vannak a lakásukon és az öltözködésükben, és ott nem beszélnek népművészetről, nem beszélnek magas művészetről, hogy úgy mondjam, hanem azt mondják, hogy művészet. És mindjárt eszembe jutott, hogy no, hát itt már körülbelül akkor visszaköszönt nekünk ez. A Juckó néni említette, hogy sokat járt külföldön tapasztalatot szerezni, és természetesen munkákat bemutatni, kiállítást vinni. Úgy tudom, hogy most is van külföldön jelenleg is munkája. Igen, egy állandó kiállítás. Pontosan itt hagytam egy szép sárközi párnamintás fali szőnyeget, itt Finnországba, Tamperébe. Oda hívtak bennünket 2x10 napra, és ajándékba, hogy ott is legyen. Hímzésem, ott hagytam, és az az érdekes, hogy ott nem kellett elmondanom, hogy ez tulajdonképpen egy réginek a mostani alkalmazása, mert nekik ez természetes volt, de amikor Párizsba vittem kiállítást, vagy Hollandiába, Édébe, hát nagyon tetszett mindenkinek, de hát nem tudták, hogy ez most mi, ott el kellett mondani, hogy kérem szépen ez, ezelőtt 50-100-150 éve egy viseleti darab volt, de most behelyeztük a mostani lakásba, mostani öltözködésünkbe. Szóval ez roppant érdekes, hogy ott, azért mondtam mindig, és mondom is, hogy gyerekek, nem jobbra, nem balra kell nézni, nem itt utánozni, nem ott utánozni, hanem itt tiszta forrásból gyűjteni, és valamit tanulni fönt a finnektől, mert ők aztán tényleg nagyon jól csinálják ezt. A Juckó néni többször említette, és beszélgettünk már egy picit a gyűjtésről. Igen. Honnan, hogyan gyűjtötte, illetőleg most lehet-e még gyűjteni ezeket a mintákat? Hát az első kérdésed az, hogy nagyon kevesen tudják, hogy ebbe a pici megyébe milyen gazdagság van. Hogy néprajzilag milyen gazdag ez a megye. Hogy az én drága jó munkatársaim, akik a megyébe velem együtt gyűjtöttek, hogy ahova nyúltak, ott találtak. És hogy milyen kár, hogy most nem foglalkoznak ezzel. Mert amikor mi elkezdtük, akkor arról beszéltünk mindig, és az előadóink, a kutatók arról beszéltek, hogy kérem szépen, az utolsó 24 órában vagyunk. Hát most, ugye az már jó 31 néhány éve volt, most hol vagyunk? És mi lesz? Én mindig azt mondtam, hogy gyerekek, egy csodálatos anyagot hagytak az ősök ránk. Kötelességünk felkutatni, kötelességünk megőrizni, és kötelességünk továbbadni a következő nemzedéknek. De hát most azért ez úgy megszakadt. Gyűjteni azért ma is lehet, ennek ellenére, hogy azt mondja a Juckó néni, hogy megszakadtak a mostani munkát. Nincs aki. Szóval nagyon nagy baj volt, hogy 87-ben én elmentem nyugdíjba, 88-ban megszűnt a művelődési központ, megyei művelődési központ lenni. És valahogy megszűnt ez az egész munka. 10 évig elég gazda nélkül voltak a szakemberek, pedig hadd mondjam, hogy 3 csoport vizsgázott nálunk, és 55 szakkörvezetünk kiválóan végzett és végezte otthon megye különböző részén a munkáját. És aztán gazda nélkül maradtak. És most néhány éve ugye megnyílt a megyei közművelődési iroda, így van. Igen, és ott próbálkoztak beindítani újból képzést, és hát ugye most valamivel másabb lett a világ, és talán az, hogy ebből nem sok pénz folyik be. Szóval itt most mindenkinek arra kell, úgy látszik, törekedni, hogy valami olyannal foglalkozni, amiből,
amiből pedig pénzt hát kap. Ez azért érdekes, mert hogy a külföldiek azért keresik az eredeti népművészeti munkákat. Így mennyire van. Jellemző, hogy az jut el tényleg hozzájuk, ami az eredeti és a szép. Azért, hogyha az ember a Váci utcán végigmegy, ott nagyon sok olyan dolog is van, ami hát nem oda illik. Azt nem is szabad. Szóval, ha valaki kristálytiszta népi anyagot akar venni, akkor nem szabad a Váci utcába menni. Most ez nem ellen propaganda, de hát tulajdonképpen meg lenne a lehetőség, és hát azért ez egy nagyon furcsa dolog, hogy megállt ez a munka, mert a külföldiek is, hát bár én mindig azt mondom, hogy ez a mértékünk, és egyelőre nem az a fontos, hogy mennyit visznek ki, de azért, hogyha kikerül, akkor rangos darab kerüljön ki. És erre is van egy történetem, nagyon kedves barátnőnk él Hollandiában, és én tőlem minden évben, amikor csak vagy ők jönnek, vagy mi megyünk, kap valami szép munkát, mert ugye én még sose adtam el semmi munkámat, de ajándékozni elég sokat, és azt mondta, hogy olyan, annyira beillik az ő elegáns, szép, ízléses lakásukba minden darab. És akkor egyszer beültetett az autóba, és elvitt egy ilyen bolha piacra. És ott találkoztam ezekkel a borzalmas munkákkal, amit én nem is tudom, hogy mondjak véleményt róla, ezekkel a rikácsoló, harsányszínű, borzalmas hímzésekre, amit itt Magyarországon kapnak ajándékba, és ott árulták a gyerekek, mert hát azokat nem lehet a lakásba betenni. Hogyha már a harsány színeknél tartunk, akkor egy érdekességet szeretném, hogyha megmutatnánk, és erről még nem is igazán beszéltünk, hogy a Juckó néni amellett, hogy gyűjt, amellett ezeket meg is jelenteti, tehát nem csak átadja szakkörön belül, hanem meg is jelenteti füzetekben, különböző kiadványokban, kötetekben. Mutassunk be néhány ilyen kötetet, és megmondom, hogy azért beszéltem itt a harsány színekről, mert ezzel kapcsolatban van egy érdekesség, hogy amit itt néztünk, Igen. Néztünk ez a gyönyörű terítő, egész máshogy jelent meg nyomtatásban tulajdonképpen. Hát ugye Fél Edit, amikor velünk foglalkozott, akkor azt mondta, hogy én tudom, hogy ti rengeteget gyűjtötök, de szeretném ezt együtt látni és kiadni. És akkor kiadták az én gyűjteményemet, és talán mellé tesszük, hát ugye a nyomda egy ilyen szint készített belőle, hát ugye ez borzalmas valóban, de az a jó, hogy bent, belül viszont visszaadták a szép színeket, úgyhogy azért, aki belapozik, valamint hát ugye a szövegben bent van, hogy milyen színekkel lehet alkalmazni, azért útmutatást ad. Beszéljünk egy picit még ezekről a kiadványokról, hiszen rengeteg dolog fűződik a Juckó néni nevéhez, gyűjtéséhez. Hát, az első az volt, amikor 68-ban, ugye amikor mi elkezdtük ezt a munkát, akkor nekünk semmi kiadványunk nem volt, még a vizsgára sem. A papírfesznéken jegyzeteltünk, és úgy kellett vizsgázni, és akkor Varga Marian, aki akkor volt a Népművelési Intézetben, azt mondta, hogy kezdjük meg a kiadványokat, és ő indított egy szakkörvezetői kézikönyvet, útmutatót, és abban nekem kellett illusztrációt készítenem. Azt azért nyitnám ki, mert az pont megint sárköz, ugye természetes. Mindjárt egy pillanat. Meg lesz, igen, a sárközi farítja kötött, és a halott a spárna, és a bíbor végig is a jegykendő. És akkor ezt követte aztán egy mintagyűjtemény, amikor már rám bízta, hogy bizonyos tervezett textileket rajzoljak be, és akkor ezt is kiadtuk. Ez már egy ilyen segédeszköz volt azoknak, akik akkor kezdték a munkát. Akkor később a Minerva albumokat indított be, és akkor kerestek meg, hogy fogjam össze a Tolna megyét, és akkor indultak a sárközi hímzések. Azt akkor egy picit szegjük szét, hogy a is lehessek. Igen. Sárközi, kaposmenti és a siolgárdi hímzések. Ez volt a következő lépés. Ezen
Ezeken a lapokon egyébként van egy kis rövid leírás. Igen, is, ugye? Igen, hát ez természetes, hogy azért ízelítőt kapjanak, meg egy kis támogatást, akik akkor kezdenek el hímezni. De még a szakkörökben is jó volt az, hogy színminta és minden öltésirány, minden megvolt benne, és megvan benne. És akkor nekem volt a megyébe egy nagyon aranyos kis társaságom, minden tájegységből egy szakember, ez úgy neveztem, hogy díszítőművész stúdió, megyei stúdió, és hát ők voltak az igazi gyűjtők, és nekik is azt mondtam, hogy gyerekek, az utókornak nem marad meg, amit csináltatok, és mindenki szépen behozta a munkáját, és mindenkinek a munkájából egy kiadványt készítettünk, ezt a Babits Művelődési Ház adta ki, mintagyűjtemény címén. És egy egész sorozat. Egy 12 belőle. Darabos sorozat, és abból hát a bátai pöndőkötést azt akkor én indítottam be. És van itt még egy kis füzet, ami nem túl régi, az igen. Egyik dunamenti fesztiválkor jelent meg. Hát ennek az a története, hogy azért én nagymesterektől is tanulhattam, hála jó Istennek. Sajnos a 4-ből 3 már nincs közöttünk. Perity Mári néni, Werner Katica néni, Kunsári néni és a Pusztai Sári néni. És a Mári néni volt az egyik öreg barátnőm, akihez, meg a Werner Katica néni, akikhez mindig mehettem, bármi gondom volt, bármi segítségre volt szükség. És a Mári néni 90 éves korában meghalt, és 85 éves korában készítettem vele egy riportot. Meg volt Magnószalagon, és akkor Varga Marian mondta, hogy adjuk közre ezt a csodálatos riportot, ahogy ő elmondta az életét, és az életén keresztül egy szakmát, mert a szövés szakmát. És ebben a kötetben a munkák is megjelentek, és a beszélgetés igen, is egyben. Igen. Juckó néni, jövőre jubilál a klub. Igen. Milyen tervei vannak még a jövőre nézve, illetőleg a klubbal együtt mi lesz? Hát én azt hiszem, hogy folyamatosan készülünk, mert tulajdonképpen jövőre egy nagy országos kiállítás is lesz, és mi a országos kiállításra is küldünk munkákat, és tehát azokat a munkákat még meg kell tervezni, elő kell nyomni. Hát biztos, hogy jubileumi ünnepséget is fogunk ülni. A gondom csak az, hogy ahogy mondtam is, hogy eléggé kiöregszik a szakkör, és pedig az ajtó nyitva van a fiataloknak. Hát minden esetre én a Juckó néninek hasonlóan sok energiát kívánok ehhez a munkához, mint ami eddig is megvolt. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm, hogy beszélhettem erről a szép munkáról. Ki babám, szírem voltál, hadd megyek.